Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Kajszi Barack, hosszú szezonra számítanak idén a hazai termesztők. Semmelweis nap, szakmai elismeréseket adtak át a Dombóvári kórházban. Oldtimerek vonultak fel, rallit rendeztek a Völcsékben. Nosztalgiáztak, kézilabda gála a Tolnai Városi Sportcsarnokban. A megszokottnál két héttel korábban kezdődött idén a Kajszi Barack betakarítása a hazai ültetvényeken. A minőséggel egyelőre nincs probléma, a mennyiséget ebben az évben is jelentősen befolyásolták a tavaszi fagyok. Már május második felében megkezdődött a korai fajták betakarítása, ennek köszönhetően az idén minden adott ahhoz, hogy hosszú, elnyúló kajszi szezonban legyen részünk. A fő gyümölcsünk az a kajszi barack, több mint 10 éve telepítettem az első 2 hektárt, azóta 2 ütemben továbbfejlesztettem az ültetvényt. Sajnos az ültetvényre most nem tudunk felmenni, mert éppen egy vihar készülődik, és úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha itt maradunk a válogató részen. Most éppen kajszi barack válogatás folyik. Méretre, minőségre, színre osztályozzuk a barackot, és így kerül tovább értékesítésre. A gazda azt is elmondta, hogy utoljára 2019-ben volt a legjobb termés. A leszüretelt gyümölcs legnagyobb részét kisvejként veszik meg. Egy részét helyben értékesítjük, egy részét pedig a budapesti nagybani irányába értékesítjük, illetve hát körülbelül igen ennyi. Tehát ez a 3 fő értékesítés irány van. A kisvejkére beszállított barackunk, az pedig exportpiacokra kerül, Ausztriába, Németországba, Csehországba megy el a Tolna megyei barack. Az exportpiacra más fajtákat adnak el, mint a belföldi piacra. A Magyar Egészségügy Napja a Semmelweis nap. 1992 óta ekkor minden évben szakmai elismeréseket adnak át és megemlékezéseket tartanak. Így történt ez a Dombóvári Szent Lukács kórházban is. A Mária Isten Anyja kápolnában megrendezett Semmelweis napon összesen 9 egészségügyi dolgozót ismertek el lelkiismeretes és magas színvonalú munkájáért. Január 1-e óta vagyok orvosigazgató, és hát ezért azért számomra egy csomó feladatot adott ebbe az első fél évbe. Elég turbulens időket élünk, már az egészségügyben biztos, és hát ami a beszédemben is elhangzott, hogy napról napra rengeteg problémával szembesülünk, amit kezelni kell a működés érdekében, és hát ez bizony néha nem egyszerű. A Dombóvári Szent Lukács Kórház orvosigazgatója elmondta, hogy 2 orvos díjaztak a Semmelweis napi ünnepség keretein belül. Dávid doktor, aki fülorgégész, hát 40 éve dolgozik az intézetben, és mindig megbízható, korrekt munkát végzett, és a kollegialitása sem hagyott maga után semmi kívánnivalót soha. Alapvetően őt ezért díjaztuk. Mirosnyicsenko Szergely doktort pedig hát a szakmai elhivatottsága miatt, ő 2 szakvizsgával rendelkezik, sebészeti és traumatológiai szakvizsgával, és bizony, hát éppen az osztályunkon is a humán erőforrás hiány miatt többletterheket kell a dolgozóknak, a kollégáknak magukra vállalni, és ő ebben részt vesz. Egy ember életét elsősorban az határozza meg, milyen tisztességgel, emberséggel, szakmai eredményekkel csinálja végig. Görgei Gábor idézettel kezdődött dr. Takács Andrea adjunktusi kinevezése. Most jelenleg ugye nagy terhelés van, tehát sokat kell dolgoznunk a sürgősségen is, a belgyógyászaton is, a krónikus belgyógyászaton is, és hát igyekszünk megoldani mindent, amit csak lehet. Az év kiváló tanulója kitüntető címet Lesták Eszter Boglárka vette át. Kicsit meg vagyok illetődve, de hát különösebben úgy
Jól érzem magam, örülök neki, hogy a tanárnő engem nevezett ki erre a díjra, és hát köszönöm mindenkinek. A gyógyítás csapatmunka, melyhez kell lélek, segítő szándék, elkötelezettség és empátia. Személyautó és kamion ütközött szombat délelőtt Bátaszéken az M6-os autópálya 162. kilométerénél. A baleset helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltók vonultak, akik a személygépkocsi ajtaját kézi erővel kinyitották, továbbá áramtalanították és a helyszínt biztosították. A személyautóban 4-en, míg a kamionban csak a vezető utazott. Közülük egy utas súlyos, míg 3-at könnyű sérüléssel szállítottak kórházba. A rendőrök Aparhanton tartottak sebességellenőrzést a napokban. Volt olyan sofőr, aki nagyjából 10 perc alatt kétszer is a megengedettnél gyorsabban hajtott el a műszer előtt. Először 67, majd visszafelé 68 km/órával haladt a megengedett 50 km/óra helyett. Neki két, egyenként 39 ezer forintos csekket küldenek. Egy másik autós sem fékezett időben, sietség miatt 78 ezer forintot kell majd fizetnie. A Bonikon Bonyhádi közüzemi non-profit Kft. A város önkormányzatával konzorciumban 410 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretén belül. A konzorcium június 26-án megkezdte a helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, a Bonyhádi helyi piac korszerűsítése című pályázat megvalósítását. A projekt átfogó célja a helyi gazdaság és a turizmus további fejlesztése, munkahelyek teremtése a helyi termékekkel és termeléssel középpontban. Völcsegi településeken rendeztek oldtimer autókkal rally versenyt június 29-én és 30-án. Az indulók 380 km teljesítettek a Völcség és a Mecsek dombjain. A megmérettetés eltért a hagyományos versenytől, hiszen itt nem a gyorsaság számított. Oldtimer autók gurulnak a rajthoz Bonyhádon. A térségben először rendeztek regularity rallyt. Itt nem a gyorsasága fontos, tehát A-ból B-ben nem minél gyorsabban kell odaérni, hanem a speciális szakaszokon, úgymond ott mérési pontokon megadunk egy speciális átlagsebességet az itiner szerint, és azt nekik végig kell tartani. Ha 10 kilométeren keresztül 25 km/órát adunk meg, akkor 25-tel kell végig menni, ha 45-t, akkor 45-tel, és itt az jön a nehézségbe, hogyha ha utolér a versenyző egy lassú járművet, egy traktort, és bekésik, a navigátornak folyamatosan kell tudnia, hogy jelen pillanatban hol van, és az itiner szerint hol kell legyen. A verseny Bonyhádról rajtolt, az állomások érintették többek között Hosszúhetényt, Szedrest és Zombát is. Mivel itt megvan szabva a MAVASZ utasítás vagy a versenykírás alapján évjárathoz vannak kötve a versenyautók, így lett besorolva, egyszer van 4 kategória évjárathoz, illetve akik nem tartoznak be ebben 4 kategóriába, tehát 94-nél fiatalabb versenyautóval vesznek részt, azok kapnak egy modell kategóriába indulhattak, illetve akik 2000 fölötti évjárattal indultak, azok meg, tehát modern klub az előző elnézést, akik meg 2000 fölött, az meg modern kategóriában vesztek részt a versenyen. Audi, Mercedes, Porsche, Toyota csak néhány márka a rallyn résztvevő autók közül. A Bonyhádi önkormányzat 500 000 forinttal támogatja a rendező egyesületet. Nagy megtiszteltetés bonyhádiaknak is az, hogy idén először, a 2016-os kezdetek óta először rendezőként veszünk részt ezen a versenyen. Ez számomra nagyon szimpatikus ez a verseny. Távol áll a Forma 1-nek a benzingőzétől. Itt egész más szabályok szerint versenyeznek a versenyzők. Ráadásul gyönyörű autókkal, gyönyörű oldtimer autókkal. A sofőröket navigátorok is segítették. Az egyik Veresegyházáról érkezett páros C kategóriában indult, első helyezést értek el. Nagyon élvezték a versenyt.
Egy ideje már járunk ilyen versenyekre, ez a Bonyhádi ügy most az első alkalom volt, és az első alkalom volt, hogy a feleségem volt a navigátor, úgyhogy ez egy új próbálkozás volt nálunk is. A szervezők úgy vélik, a verseny jól sikerült, az esetleges hibákat a jövő évi második Völcsék Historic Rally-ra szeretnék kijavítani. Szali Imre megköszönte a támogatók segítségét is. Szabadtéri kamara koncertet tartottak a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészei a Babits Mihály Kulturális Központnál Szekszárdon. Az esemény a Zenélő Magyarország program keretében valósult meg. A zenekari muzsikusokból álló különböző kamarazenei formációk idén is népszerű szerzők darabjaival készültek. Ennek a koncertsorozatnak kettő célja van. Az egyik az, hogy népszerűsítsük a Magyar Rádió zenei együtteseit, népszerűsítsük egy kicsit a komoly zenét, a klasszikus zenét, ezáltal különböző összeállítással készültünk, lesz benne John Williams, olimpiai fanfár, lesz benne reneszánsz zene, lesz benne Wagner, lesz benne kifejezetten erre az együttesre írt darabok, és szeretnénk megmutatni, hogy ugyan mi komoly zenészek és klasszikus zenészek vagyunk, de attól függetlenül még nagyon vidámak is. A Rotary Klub Szekszárd idén június 29-én tartotta lánc átadó ünnepségét. A Rotary egy olyan szervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek vállalnak humanitárius szolgálatot. A láncot minden év indításakor új elnök veszi át. Idén a vezetői pozícióban Módos Ernőt Tóth József váltotta. A klub egyben az éves születésnapját is mindig az átadóval együtt ünnepli, hiszen a dokumentumok tanúsága szerint 1998. június 20-án alakult meg a szekszárdi szervezet. 2,5 éve vagyok a szekszárdi Rotary Klubnak a tagja. A viszonylag rövid idő ellenére is az a megtiszteltetésért, hogy a következő Rotary évben, a 2024-2025-ös évben elnöknek jelöltek. Én ezt megtiszteltetéssel elfogadtam, és próbálok majd olyan programokat, olyan eseményeket szervezni, ami a Rotary tagságának, szekszárd közösségének is ad egy olyan támpontot, egy olyan információt, ahol jobban megismerhetik a Rotary tevékenységét, netalántán kapcsolódnak hozzá, netalántán kedvük van a tagjának lenni. A hétvégén megkezdődtek a Závod külterületi határán lévő körmeneti kápolna felújításának előkészítői munkálatai. A restaurálás társadalmi munkában és finanszírozásban valósul meg. Az épület felújításán túl cölöpös területstabilizálás is a tervek között szerepel. A fizikai munkálatokba Závod község önkormányzatának dolgozói is besegítenek. Negyedik Tarjáni Gyula generációs emléktornát tartottak a hétvégén a Tolna VFC sporttelepén. Idősebb Tarjáni Gyula a 90-es és 2000-es években volt a Tolnai Labdarúgó Egyesület elnöke. Vezetésével a gárda 2 ezüstérmet szerzett a helyi első osztályú bajnokságban. A korábbi elnök 2012-ben diagnosztizált hosszantartó ALS izomsorvadási betegség után 2021-ben hunyt el. Fia, Tarjáni Gyula az ő emlékére rendezi a kupát. A legutóbbi megmérettetésen a 2004-es bajnokságban szereplő tolnai csapat mellett az öreg fiúk és a jelenlegi vármegyei harmadosztályú együttes vett részt. Nem lehetett tudni mondjuk úgy, hogy ez meddig fog tartani, vagy mennyitől az fog úgymond faterni áll ez beütni 2-10 évet. Mondtak neki, bármi lehetett, és hát is szerencsére egy 9,5 év lett belőle, 2021 márciusában hunyt el, és hát addig így évről évre tartottam, de mivel hogy tudtam azért, hogy így, hát mondjuk úgy, hogy meg fog történni, mert gyógyszer az meg kezelés nincsen erre a betegségre, így azért ez így valahol így ennek volt így a előszele, ez a generációtorna. Tolna és Mös nagy kézilabdás múltal rendelkezik. Június 29-én volt és jelenlegi sportolók, rajongók, edzők, pedagógusok gyűltek össze egy találkozóra, hogy nosztalgiázzanak, beszélgessenek, felidézzék az emlékeket. Mi
Mi sem bizonyította jobban a klub nagyságát, mint a Tolna Városi Sportcsarnokba felragasztott rengeteg kép és eredmény. Gálné Víg Zsuzsanna, a kézilabda klub elnökének munkája nélkül nem valósulhatott volna meg ez az esemény. Szeretnénk bemutatni a régi kézilabdásoknak, akik már csak esetleg tévéből nézik a közvetítést, vagy kimennek mérkőzésekre, hogy a mai kézilabda már mennyivel más, hogy már mennyivel korábban kezdjük a kézilabdát, vagy a labda szeretetet oktatni. Így óvodások bemutatója, kisiskolások bemutatója lesz a programban, és lesz egy komoly feladatunk is. Schmidt József, Schmidt tanár úr, ahogy mindenki ismeri, egy emléktáblát szeretnénk a tiszteletére felavatni. A helyi sportolók életében meghatározó volt Schmidt József, a tanár úr személye. Pedagógusként, edzőként, emberként is szerették és tisztelték. Tolnán Vörös Lobogó néven, Tolnai Vörös Lobogó néven már 54-55-ben volt kézilabda. Lehetséges, hogy volt előbb is, de nem találtam róla anyagot. És Mözsön viszont 57-től Schmidt tanár úr került az iskolába, és így kezdte oktatni ő a kézilabdát, aztán a mözsi TSSK vette át a csapatokat, férfinői szín mind a két korosztályba. Berta Zoltán alpolgármester és a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke volt az ötletadó. Ő kereste fel Gálné Víg Zsuzsannát, hogy a rengeteg élményt felidézve tartsák meg ezt a rendezvényt. Ennek az apropója az volt, hogy ugye különböző közösségekbe járva, vagy szülőtársakkal beszélve, gyakorlatilag nap mint nap felmerül itt a városba a kézilabda, a kézilabdás múlt, a kézilabdás jelen. Ez volt az ötletadó számomra, hogy hozzuk össze ezt a közösséget, hiszen városunkban a kézilabda több évtizedes, több mint fél évszázados múltra tekint vissza. Kezdődött Mözsön, még szabadtéren, kinti pályán. Én ezeket csak emlékekből tudom, de járva a nyugdíjas klubokba, idősebbekkel, szépkorúakkal beszélgetve nagyon-nagyon sok élményt közvetítettek irányomba. Először, de terveik szerint nem utoljára szervezték meg ezt a gálát tolnaiak és mözsiek, ahol múlt és jelen kapcsolódott össze a kézilabdának és a résztvevőknek köszönhetően. Regionális híreink következnek. Csak 12 év előre kitervelt gyilkosságért? Szavazás és javaslat a pécsi bűnügyben. Iszapéssár. A horvát fútiakat minden eső után elönti. Elége a 12 év fegyházbüntetés egy szándékos, előre kitervelt gyilkosság elkövetőjére. Ezt kérdezi az egyik online lap olvasóitól. A cikkben a tavaly történt pécsi kertvárosi esetet elevenítik fel, ahol egy 21 éves férfi egy idősebb hajléktalan csalt fel a lakásába, majd kalapáccsal és késsel végzett vele. Az ügyészség korábban 12 éves fegyházbüntetésére tett javaslatot. Csak 12 évet kértek a pécsi fiatalra, aki felcsalt reggelizni a lakásába egy hajléktalant, majd agyonverte egy kalapáccsal. Ezzel a címmel ír egy bűnesetről a Pécs Aktuál pénteken. A lap elég ez a 12 év börtön egy ember életéért, akit szándékosan előre kitervelten gyilkoltak meg, kérdéssel szavazást is indított olvasói között. A Baranya vármegyei főügyészség előre kitervelten különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével vádolja a 21 éves férfit. Vádiratában arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmény elkövetését, őt a bíróság 12 év fegyházra ítélje. Ismertette kérésünkre az ügyészség álláspontját és indítványát a szóvivő helyettes. A vádemelést május 24-én hozta nyilvánosságra az ügyészség. Ebből kiderül, a fiatal férfi zárkózott lett, miután meghalt az apja és a nővére is. Elszigetelődött a környezetétől, gyógyszert szedett és rendszeresen alkoholt fogyasztott. Tavaly év elején újabb fordulat állt be a viselkedésében. Erőszakos, gyilkosságokkal teli filmeket nézett, majd foglalkoztatni kezdte az emberölés elkövetése. Az ezzel kapcsolatos gondolatait pedig a telefonján hangfelvételeken rögzítette. A férfi tavaly augusztus 20-án egy egyetemi gólyatáborba utazott. Másnap hajnalban a gólyatáborból felhívták az édesanyját, hogy vigye haza, mert gondok vannak a viselkedésével. Édesanyja hazavitte a fiát a pécsi lakásába, aki hajnalban kiment az utcára, majd találkozott a későbbi áldozatával. A fiatal ember meghívta magához az idősebb
hajléktalan férfit és étellel kínálta. Miközben a sértett a konyhaasztalnál evett, a házigazda mögé lépett és egy kalapáccsal a fejére sújtott. Az áldozata próbált védekezni, de a támadója még többször fejbe vágta szerszámmal. Amikor az ütésektől a padlóra esett a sértett, a fiatal háromszor mellkason szúrta egy konyhakéssel. A bántalmazott férfi a helyszínen meghalt. Az ügyben még nem tartottak előkészítő ülést, ahol az ügyészség 12 éves fegyházbüntetési javaslata szóba kerülhetett volna. Elöntött telkek, iszabban járó haszonállatok, tönkrement veteményes. A Somogy vármegyei Horváth kúton a múlt héten több mint 70 mm csapadék esett 2 óra alatt. Az utak, a termőföldek, a porták udvarai víz alá kerültek, levonulása után pedig mindent vastagon borít a sár. Az önkormányzat az ott élőkre bízná a probléma megoldását. Iszap az úton, a Málnásban, a Legelőn és a Veteményesben is. Ezen az amatőr felvételen jól látszik, hogy a szerda éjszakai esőzés után hogy öntött el mindent a víz ebben a gazdaságban. A karámból, ahol az állatok vannak, térdig járnak a vízben, végig. Ja, és ez az én Málnásom. Szabó Eszter 4 gyermekes anyukaként gyümölcstermeléssel és feldolgozással foglalkozik. Párjával nemrég belevágtak a haszonállattartásba is, de nem gondolták, hogy ilyen nehézségekkel is meg kell küzdeniük. A saját telkemen az önkormányzati árok kinemásása miatt áll a víz folyamatosan. Ebből kifolyólag az málnám is tönkrement, kétharmad része már kirohadt, a maradékból vagy megmarad valami, vagy nem. Az állatok meg állandóan ebbe a mellékelt félméteres iszaptengerben élnek. Horváth kút közigazgatásilag Marcalihoz tartozik. A helyi képviselő és a polgármester is olyan ígéretet tett, hogy a választások után jönnek a gépek, és rendbe teszik a vízelvezető árkot, hiszen minden nagyobb esőzésnél elönti a falu nagy részét a víz. Azóta sem történt semmi, sőt, mióta elmentek a választások, azóta nem is láttuk őket igazából. Ma szóltam a polgármester úrnak, hogy most már tényleg már az idegkimerülés végén, mikor már az ember kijön és már tényleg a sírás folytogatja, hogy valamit kell csinálni, közölte, hogy mindenki oldja meg a saját problémáját, vízelvezetést szintén, és ne akarjam ráterhelni a falura az esővizet. A település lakói úgy érzik, becsapták, magukra hagyták őket. Sok az idős ember is az alig 300 lelket számláló településen, és tehetetlenül nézik, ahogy esőzés után mindent visz a víz és lepel a sár. Azt mondani, hogy egy hetben ébeszottan alszul. Milyen munka ez? Sose. Ó, nem mondok már semmit. A helyiek azt mondják és mutatják, hogy az utca egy részén mélyítettek az árkon, csak pont nem ott, ahol kellett volna. Információik szerint erre 4 millió forintot költött a hivatal. A víz azonban továbbra sem ott, hanem az utcán, a Legelőn, az udvarokon és a veteményeseken rohan át. Az árkok nincsenek tisztítva, állítólag nagy összegeket ráköltöttek, ami nem megfelelő mértékben volt ráköltve, vagyis nem megfelelő helyen volt kezelve, nem egy vízügyes szakember mondta meg nekik, hogy mit kell csinálni, hanem őszintén buta emberek nekiálltak és bután ástak. És az egész falut elönti a víz sajnos. A helyiek már most rettegnek az újabb nagy esőzéstől. Sem eszközeik, gépeik, sem kapacitásuk nincs arra, hogy maguk tegyék rendbe a vízelvezető árkokat. De ha nem történik semmi, akkor szinte biztos, hogy megélhetésük is veszélybe kerül. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Kajszi barack. Hosszú szezonra számítanak idén a hazai termesztők. Semmelweis nap. Szakmai elismeréseket adtak át a Dombóvári kórházban. Oldtimerek vonultak fel. Rallit rendeztek a Völcsékben. Nosztalgiáztak. Kézilabda gála a Tolnai Városi Sportcsarnokban. Kedden a nyugati és a középső ország részben élénkebb, olykor erős északias irányú szél fúj. Alapvetően napos idő valószínű, de átmeneti erősebb felhősödések mellett néhol zivatarok is előfordulnak. Éjszaka nyugodt, gyengén felhős időre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!